Csütörtöktől vasárnapig rendezik a Szilvás Márad Masters versenysorozat fogadhajtó állomását. A Lipicai Lovasközpontban az 1-es és a 2-es fogatokon kívül a 4-esek is rajtozálnak. A hazai élversenyzőkön kívül itt lesz a sportág 6-szoros világbajnoka, sokszoros világkupa győztese, Boyd Excel. Összesen 70 fogat áll rajthoz 8 nemzetből. A verseny csütörtökön és pénteken a díjhajtással kezdődik, hétvégén következnek a látványosabb versenyszámok. Most már fix a nevezéseknek a listája, a startlistákat most már készítjük elő. 9 nemzetképviselői érkeznek, említettem is az Egyesült Államoktól kezdve Ausztrálián át, egészen Németországon és Ausztrián keresztül természetesen a legjobb magyar hajtók is. Nagy István agrárminiszter szerint a lovas sport hazatért Szilvásváradra, a komplexum pedig azon kevés helyszín közé tartozik, ami minden szakágnak otthont adhat. A Lipicai Lovasközpont készen áll, hogy a pályán 2023 nyarán a világ legjobb fogadhajtói és díjugratói között is legendák szülessenek a július és augusztusi versenyeken. Jövőre pedig itt rendezik a 4-es fogadhajtó világbajnokságot, ami miatt további beruházások szükségesek. Legalább egy 1 milliárd forintos újabb infrastruktúra fejlesztés, meg kell egy gyakorlópálya, kellenek mobilboxok, hogy a teljes verseny mezőnyt ne bérelt boxokba kelljen tartani, hanem mindenkinek egyedi boxa legyen, ami itt marad, és pont ezért mondtam, hogy ebben óriási lehetőség van, mert onnantól kezdve a világbajnokság utáni versenyrendezéseknek mind olcsóbb lehet az ára. A szilvásváradi versenyen 4 a helyi egyesület színeit képviselő fogad készül a nemzetközi eseményekre, ifjabb Galbács Ferenc és Váci István a 4-esekkel a hollandiai Európa-bajnokságra, Dani Marcel és Penzer László a 2-es fogatok franciaországi világbajnokságra szeretne kijutni. A szilvásváradi viadal meghatározó lesz a kerethirdetés szempontjából.